Szasztok, srácok, zombik, üdvözlök mindenkit, ahogy a naptára nézek, látszik, hogy gyakorlatilag ez az utolsó White hétvége az évben, úgyhogy megtoljuk egy régi új ismerőssel, ez pedig egy Dragon Warrior lesz, természetesen White-ban, ami ugye egy kicsit tempós deck. Gyertek és mutatom a listát. Na, hát, ahogy látjátok, egész sok finomság van itt a listában, ugye régi jó ismerős az Alex, az Champion, ugye játszunk Dragon Roarra, hát hogyha már mégis ezért sárkányok, ugye van az öreg kis historiánusunk, van a technicianünk, és ugye Kindle Rúzra épül gyakorlatilag, hát a kombónak egy része, mert ez mégiscsak sok olcsó sárkányt szeretnénk ugye a kezünkbe, és ezen kívül ugye utána jönnek a mindenféle közepes sárkányok, és a közepesen nagyobb sárkányok, és némi VON, akivel azért csak ki lehet hozni valamilyen undorító dolgot, tehát hogy mit tudom én, legyen két izeránk, vagy két nefáriánunk, vagy a franc se tudja, hogy mi az, amit még szeretnénk, vagy tele legyen a kezünk mondjuk Twilight Guardianokkal, tehát hogy ez is akár alapvetően összejöhet. Úgyhogy alapvetően ilyen dolgokkal készülünk, ez egy ilyen kicsit theorycraftnek tűnik számomra, mert nem annyira életszerű sok mindenben szerintem, tehát mondjuk szerintem sokkal szívesebben játszani dupla Guardian-t és inkább csak egy Twilight Drake-et, de meglátjuk, hogy sikerülhet, az alkotója így találta ki, én meg így fogok vele játszani, most így rank 4-3 csillagon talán, igen, rank 4-3 csillagon, úgyhogy reméljük, van mit veszteni, de igazából sosem szégyen egy ilyen deckkel veszteni, szeretünk sárkányval rírozni, legalábbis én mindig is imádtam. No. És fölé lett a deck trackerem. Csodálatos. Úgyse látjátok, mindegy. Na és akkor most gondolkodom már rajta, hogy jó lett volna inkább behozni egy Odd Warrior listát, mert a Mage ellen nyilván, és Thomas barátunk ellen ez nyilván sokkal jobban működne. Itt is az van, hogy megpróbálunk tempót játszani, mondjuk Quest valószínűleg már tartott az első lapját, és minden is körön nyomni a hősképességünket, ami teljesen mindegy, hogyha tényleg Quest. És kirakja a questet, és sírunk. Mert akkor nem tudunk nyerni, mert nem vagyunk elég agresszívek hozzá. És nem quest? Ja de, még lehet quest. Mert így most még csak felfedez. Ja, ez lehet quest. Most kéne jó Alexra ez a champion amúgy. Nem fogunk tudni elég tempót játszani amúgy ahhoz, hogy őt megverjük. Ahhoz nem tudom én a... mi kéne innét? Ja. Open the fucking végét. Mindegy, hát... Tesszük a sárkányokat körben, és akkor majd kijön bele valamiért. Sokat nem tudunk csinálni az deckkel, nem úgy. Kár, hogy nem játszunk Cold Light Oracle-lel, mert gyakorlatilag akkor lenne annyi esélyünk, tehát lenne annyi esélyünk, amit túlhúzatjuk. Az mondjuk általában elég halvány, de az valamikor megtörténik. Ez csak nem Vaporize. Tauntot akarunk, vagy... Hát legyen az. Egyik se volt jó valójában. Belőttünk, így legalább nem tud kvázi ingyen trédelni. Így mondjuk, de. És akkor ezzel még mindig meg tudjuk alázni. És Ping-el trédel. Ohó! Tehát Highlander, az mondjuk azért sokkal izgalmasabb. Wow. Hát szilencium, szilencium bizony. Nem vagyok benne biztos amúgy, hogy megérte ezt leszilence-elni ezért, így magában csak ezért, de hát majd meglátjuk. Ez sokkal többre hivatott szerintem az Efrisen-nél. Most megnyom a shield szelemet, meg ezt, vagy a shield blokkot, meg ezt, és akkor már annyi armorom van meg, mint a fene. Hát ez még semmit nem ér szerintem. Na mindegy. Mennyire jó lenne az. Arcra megyünk, mert arcra megyünk. Babbling Bookokat úgyse tudja visszahúzni. És őt meg így is úgy is kirakjuk. Hogy és mit csinál vele? Most az a baj, hogyha az Mirror, bár ugye egy Mirrort kijátszott. Az meg egy nagyon gyenge kör szerintem. Na és akkor reménykedünk, hogy ez most tényleg nem Mirror, bár kaphatta és fedezhette is föl. Próbálunk a Counterspell-től, jó? Nem annyira rossz. Ez a körbe játszottuk a Mirrort. Sosem Mirror. Ezt leütjük. Ezt csak így szépen. Nem duplikét? Jó. Ez mondjuk azért izgalmas lehet. Mindenképpen main faktor, de megpróbáljuk. Megyünk arcra tisztán? Menjünk tisztán arcra. Face is the place. És hát az jó Vaporize, na mindegy, nem baj. Szegény az úr Drake. És most fogunk kiszívni konkrétan. Hogy nem fogunk megmordálni amúgy? Hát nem tudom. Ez jó lehet. Úgyse tud túl sok mindent az egy brandjével kijátszani, tehát hogy ettől most így nem tartok. Aztán lehet, hogy brand, mondjuk általában ugye azon, hogy a brand mindig meg kell ölni, de most egy kicsit így azt mondom, hogy nem. Mert ha most Alex ezek, akkor le tudom tenni 5-be. Közben széttorom berendezést. Áú. Akkor nem fogjuk megtenni. Lapúzásra nem volt szüksége, úgyhogy így nem kellett az Ice-ikkal. Szóval ez így meg kellemetlen, mert így most hiába Alex azok gyakorlatilag olvassa a kezem a srác, hogy nálam van ilyesmi. Jó, megcsináljuk a Sleepy Dragon-t? Megcsináljuk amúgy. Akkor legyen egy Sleepy Dragon. Ejj! Hát ő ott meghal bizony. Ez lesz még egy Vaporize, de hát hogy a francban lenne. Jó, mondjuk felfedezhette, de kapott pont elég Babbling Bookot. Jött akkor a Brandnek most meg kéne halnia. Na végre! Mi a helyes sorrend? Gondolom ezt másolhatja. És akkor játsszuk így. Tudom, hogy nem rossz a sor, vagy nem jó sorrend, de nem akartam, hogy egy ilyet kapjon. Ez lehet Vaporize, nem érdekel. Most elvileg tudjuk prokkolni, hogyha nincs meg neki a nagy kombója. Nyilván. Megéri egyébként így. Mivel Highlander lehet nála a Reno, ugye? Aha, tehát akkor nagy kombója van. Akkor így mindegy gyakorlatilag. Tauntok. Az úgy nem jó, tauntolunk. Prok. Aha, tehát nem Counterspell. Jó. Az a baj, hogy most a kombóval meg tud lenni neki az Exodiája. Mert hogyha most nyer 4 kört és tudja az óriásokat másolni, akkor igazából teljesen mindegy. Na hát, és akkor kaptunk, ha jól látom. Ugye most ezzel van egy extra köre. Igen. De csak egy óriás van, az kevés lesz, nem? Mert most mondjuk meg tudja... Igen. Most 8. Ez nem... Most ugye kapok tőle egy 10-est, következő körben egy 18-at. Hát jó, megvan ez neki. Tehát ez megint 10, 18, meg 4, meg 2, meg bármennyi, tök mindegy. Most lehet figurázni, neki kaptunk. Pedig én próbálkoztam. Ez van, de mondjuk az első pillanattól mondtam, hogy az Exodia ellen valószínűleg ki fogunk kapni. Na menjen egy második. Tényleg csak mocskos Exodia Mage-ek vannak? Nem hiszem el. Ezek nem kellenek, és szeretnénk a 6 darab 2 droppunkból legalább egyet felhúzni. Egy sikerült. Na, legalább csak az első kört kell. Mondjuk nem Dragon. Mondjuk belőle lesz Dragon. Ez jó, mert 2, 3, 3, 5. Ilyesmi, egy manát lótolunk. Így kell csinálni, igen. Ohó. Jó, ennek örülünk. Ennek örülünk, meg ennek is örülünk. Nagyjából. Meg szerintem itt kb. Mindegyiknek lehet. Ezt a champion nem akarom megnyomni. Csináljuk ezt. És akkor a következő körben lehet ez, meg az armor up. Az armor up, hogyha meg tudom nyomni minden körben, akkor tudunk nyerni. Meglátjuk, hogy meg tudjuk ezt csinálni. Mert akkor mehet ez egy második kör, ez egy ötödik kör. Ez így nem jó már. Duplikét vajon? Lehet duplikét amúgy. Jó, nem duplikét. Ez lehet explosion. Jó, nem az. Ez kockázatos volt, de bejött. Az valószínűleg egy ping, trade, ilyesmi. És akkor mehet szerintem a Drake. A Drake és utána a trade, szerintem az sorrendben jobb. Mehet ez, vagy egyébként mehet, csak a Twilight Drakehez nincs elég. Az a baj, hogy ez most lehet Counterspell, és nincs, jó mondjuk a Dragon's roar-t, azt sajnáltam volna. Oh, nem baj. Belefér. Én ezt csinálom. Minden esetben meg kell nyomnom az armort, tehát így nincs mese. Ha feláldozom, akkor is. Ezzel nincs gond. Slappingelés jön 4-jel arcra. Szomorú. És azt hogy ölöm meg? Mondjuk van egy egész jó mód rá. Még például így. És... az armor up minden egyes esetben szerintem. Most van dupla lunája. Közel tud kerülni mondjuk a... hát ez kellemetlen. Közel tud kerülni az alunethez. De inkább egyébként azt, mint ezt. Az jobb. Csak most nem nyomom meg akkor az armor upot. Most kell valami charge, de hogy az nincs. Hát igen. És mindent nem fog tudni bírni vele, hogyha ez megint Potion of Polymorph. De akkor megjátszok ezt, nem tudok jobbat. Most nem az. viszont ha az egy Fireball, akkor elég szarul állunk. Mert akkor húzott is, vagy egy Cloud Prince. Ha Cloud Prince, akkor is rossz. Medivzol is annyira szívet melengető, de akkor így gyakorlatilag ingyen volt neki. Húzott vele. Kellemetlen. Most ki kéne jönni az egyik Dragon's roar-nak, és ott az alunat. Tudjuk-e fatigolni? Nem fogjuk tudni valószínű. Ebből fel tudok fedezni egyet, de hogy az nem annyira jó. Ez lehet egy... Ez jó. Ez jó, és ez mindenképpen megtörténik, és az meg mindenképp meghal. Jó, Chilmo és a Hero Power nagyon jó. Így. És van elég sárkányom ahhoz, hogy ez megtörténik, és nem sebez. Ez a lényeket öli. És ugye az előbb azt rájöttünk, hogy nem Potion of Polymorph. Az egyik Counterspell, a másik Block. Valószínű. Az baj, hogy kézben lehet pont elég damage-e. Nem tudom föltenni a kettőt, mert az egyiket el fogja counterspellezni, úgyhogy muszáj lesz a Chilmo és a Dagger Up. Ja. És következő körre eléggé megvan. Ja. Jó, kézből letáljam. Hát akkor muszáj ezt counterspell. És meghaltunk. És lehetett volna, de amúgy ha az előbb kijön, akkor tök jók lettünk volna, de... Nem vagyunk elég jók ezek a szarok ellen. Az édes jó kurva anyád. Felhúzott mindent, és akkor a végén még BM-el. Játszanak amúgy más az emberek jelenleg, mint Mage-et? De most komolyan, tehát ilyenkor azért sajnálom, hogy nem Pirate Warrior-ozok, mert ezzel le tudtam volna térdeltetni az összeset eddig. 3 Mage Junior van, mind a 3 Mage-től, és mind a 3 valószínűleg vereség lesz. És nem tudok egyszer se Coinon menni. Shieldblockot nem tartom 3-on, mert vagy tartsam 3-on, vagy tarthatom 3-on. Ja, azért nem akartam tartani, mert hogy akkor 2 esélyem van sárkányt húzni, de mondjuk így megvan. Csak akkor jó lesz a historiánus. Igen, a házi sárkányok is beleszámítanak a sárkányok közé, csak sajnos ott nincs a kezünkben. Ők az életükben vannak, meg a lakásunkban. Lehet Secret Mace szarkézzel. Az Alex mennyire jó 15 HP-t hírálni? Hát nem annyira. Az előbb is ott volt a kezünkben, semmit nem ért. Mert 15-ről simán lebörnöl. Inkább valami teljesen más sárkányt akarok. Valami nem tudom én. Tehát ott a Secret. Azért nem ütöttem bele, mert ezzel simán le tudom szedni. Twilight Drake jó. Na! Reno Mage. Az nem baj. Ellen nem vagyunk annyira rosszak, sőt. Bele viszont beleütöm. Biztos, hogy Reno amúgy? Jó, Enzot is lehet, de ellene meg nincs elég értékem, az a baj. Most nagyon sok minden van a kezemben. Mondjuk a VON erre a kézre elég jó szerintem. Még előző körbe kellett volna, hát így mondjuk ne fárján, nem lesz annyira rossz. Duplikéttel a szar, kimondottan. Duplikétet úgy lehetett volna kijátszani, hogyha őt ölöm meg. Ez meg elvitt az egyetlen értékemet, mindegy. Jó, szóval így szerintem elég érték a VON-ra. Ebben a formában. És ugye kimehet utána majd következő körre a Twilight Drake, és az hatalmas lesz. Most mennyire jól lenne, egyébként egy Alexes így konkrétan meghalna. Jó, nem egy HP lenne. Aha. Wow. Srác, nem tudom, mivel van. Én ezt most mindenki... De nem jó. Konkrétan nem tudom kijátszani, mert Jó, ezt nézzük meg. Wow. Azt nyilván nem csináljuk meg vele. Jutunk egyet arcra. Ugye ezt ezért csináltam. És akkor így megjókoljunk. Jó. Coldera Drake. A végtelen armor. Ezt majd 10-ig megcsináljuk, és akkor ingyen 4-8. Ez kimegy amúgy? Nem, mert izével Frostnova Doomsayer-rel le tudja szedni. Az annyira nem érdekel. Amúgy ez a kettő tök jó lenne, csak az meg köfkör. Flamestrike-ot készít elő. Hát nem tudom. Azért ide, mert hogyha Rolling Fireball-ja van, akkor eldöntheti, hogy innét megy vagy onnét megy. Hol teszem mellé, akkor egyértelműen ott végig tud menni. Innét elvileg nem ér végig. Vagy, nem tudom. Coldera Drake-tel megcsinálom, de nem csinálom meg. Coldera Drake 10. körben ingyen 6-os test és 4 armor. Ez nem annyira borzalmas, főleg, hogy ezt kétszer meg tudom csinálni Warnal. És így is jó neki. Nem számoltam ki amúgy. De mondjuk ez így nem volt hülyeség teljesen. És akkor most a sorrend. Vagy... nem tudom. De megcsináljuk ezt, meg ezt. Na és akkor most egy kellemes rénózás az ellenfél részéről. Korlátorika. Ó! Ilyet biztos, hogy tudjuk prokkolni, keresem mennyiben. 3-ban akarom gondolom prokkolni, mert arra tudok... ja. Most jó lenne az izerát kitolni. Coin is egy manaért tud. Ne. Mondjuk ez is nem annyira borzalmas. És akkor most nyilván jöhet egy Reno, de nem tudok ellen mit csinálni. De ez meg az előbb is lehetett volna szerintem. Hát, hogy a Renozni elvileg Ice Block prokkolás alatt akarsz, hogyha van rá lehetőséget. Jó, most korlátozhat, és akkor még van 2 lehetőség felhúzni. Igen, azzal tud takarítani. Én meg nem kaptam még nyilván az övékönt, amivel tudtam volna megoldást erre a helyzetre. Most persze itt tud twisting nedörözni meg minden, és nem tudok kézből sebezni, úgyhogy tök mindegy. Kapott valószínűleg egy 8-as healt, meg kapott egy bármit. Még a Flamestrike nem oldja meg, viszont a twisting így meg nem fér bele, mert ugye egy manával sort. Most a Flamestrike nem elég, mert ugye maximum 4-et tud ütni az izeret, meg nem szedi le azzal. Tud fagyasztani természetesen. Ami elég, mert már nincs meg a... igen. Ez nem baj. Ezt kimondottan. Kimondottan nem rossz amúgy. Alex ez a champion, az annyira jó lenne, de ez köfkör szerintem. Sajnos csak egyébként ezt megcsinálom. Na hát, és akkor Night, mert így konkrétan El tudunk menni akkor 8-ig. Most ha nem rénózik, akkor jók vagyunk. Na, gyerünk végre 3 meccsből egyet, srácok. Elég jó lenne. Legalább nem 6 perces, mint az előző meccs, de ettől függetlenül meg nem is szenvedős, eléggé körben játszottunk mindent, vagy itt neki is ott volt minden a körben, Renóját kívül. De hogy minden egyes rohadt alkalommal Reno. Igen, és akkor most egy Zola és a dupla Reno a kezében, a Brand miatt. Igen. Ezzel tudunk egy 8-est ütni, akkor letárunk lehet amúgy. Így nem, igen. Mondjuk a helyzet az, hogy ez így meg tud lenni. Szerintem ez így meg tud lenni. Hát jó. Na hát akkor a 3-ból legalább egy sikerült. Pure Dragon Warrior, és meg lett a questem is, úgyhogy azért ez mégiscsak jó, nem? Hát nem tudom, szóval, hogy ahogy az elején is mondtam, szerintem ezt a listát azért kell majd finomítani, viszont hoztuk egy 33%-os winrate-et, rank 4, nem a legjobb, de csak mage-ek jöttek szembe, érdekelt volna, hogy mondjuk más kasztok ellen hogyan teljesítünk, ugyanakkor nem tudom, tehát hogy az utolsó meccs nem azért, mert nyertünk tetszett, hanem azért már mondjuk nem volt a meccsnek a 0. pillanatától eldöntve, hogy mi az, ami tehát, hogy konkrétan kikapunk, hanem azért mégiscsak az ilyen oda-vissza adok-kapok volt, és akkor így a Renótól így lehetett izgulni, hogy akkor most kikapunk vagy nem kapunk ki, hát és nem kaptunk így, kevés volt a Renója, meg kevés volt az összes ilyen szutyka arra, hogy így megoldjon mindent, mert hogy konkrétan ugye az volt, midrange deck, és folyamatosan nyomás alatt tartottuk, és csak tettük a fenyegetéseket, és egyébként hiába volt a kezünkben a VON, nem tudtuk kihasználni, egyszerűen annyi értékünk volt, hogy égettünk volna napot mindenféleképpen, úgyhogy konkrétan a VON egy döglötlap volt a kezünkben, és egy legendásra, aminek egyébként tök jó a képessége, ezt mondani, ezért szerintem elég erős, de ez mondjuk jelzi azt, hogy rengeteg érték volt a kezünkben, úgyhogy jó volt ez a vége, és mondom, nem 6 perces meccs volt, mint az előtte lévő, úgyhogy ez szerintem frankó volt, és valahol egyébként méltó is így arra, hogy az év utolsó White hétvégén legyen, viszont standard még lesz az idei évben, úgyhogy még nem búcsúzom, de találkozunk mindenképpen az új évben azokkal, akik csak White miatt nézek, akik meg standard miatt, azokkal pedig amúgy is. Na, szevasztok!